Köszöntöm a felfedező nézőit. Ezen a csodálatos napsütéses februári napon úgy is mondhatnánk, hogy vártúrára indulunk, hiszen meg fogjuk tekinteni többek között a Salgói várat és a Somoskőújfalui várat is. Tartsanak velünk, járjuk be együtt a vidéket! Salgóbánya Salgótarján legmagasabban fekvő város része. 500 méteres tengerszint feletti magasságban a Medves-fennsík szélén helyezkedik el. A bányászfalu híres szülötte, Zente Ferenc a nemzet színésze. A terület a Novograd-Nógrád Geopark területén fekszik, mostani kirándulásunkon Szokács Krisztián, a Geopark idegenvezetője kísérel minket. Több túraútvonal volt, de ugye most a Magyar Természetjáró Szövetség és az itt működő Zöld út természetjáró egyesülettel ki abban maradtak, hogy felszámolják ezeket a piros, sárga túróútvonalakat, és tulajdonképpen egységesítik. Tehát ezzel a zöld turista jelzést fogjátok látni végig. Itt lesz egy gyönyörű, szép idős, sajnos már kidült bükk, amely a helyi Rege Monda szerint még ugye Petőfi Sándor még kiskorában, tehát mikor még a fa még ilyen kicsi volt, akkor láthatta. Ez egy idős, körülbelül egy ilyen 150-200 éves bükk, amely egy ilyen 3-4 éve egy hatalmas nagy szélvihar kerekedett itt ebben a várkörnyéki oldalban, és sajnos a fát ugye kisavárta, megdöntött, és kidőlt ez a fa. Mindenképpen jó egyébként, hogy itt hagytátok, mert azért tényleg az ilyen holtfáknak a bogarak a lebomlásban, a gombákban. Erről van szó. Erről van szó. Tehát mondjuk egy ekletáns példa, tehát ugye Európa legszebb bogara, ugye, és majdnem tulajdonképp úgymond legjellegzetesebb bogara lesz maga, majd a bükkös erdőknek, maga úgymond a havasi cincér, amúgy a fokozottan védett bogárról van szó. Ugye tipikusan ilyen holtfába, holt bükkökbe rakja a kis petéit, és ugye bár 4 évig fejlődik a petéből már lárva lesz, akkor lárvába ugye majd az imágóbogár, és 4 év után majd aki szerencsés helyzet, akkor szépen láthatja, hogy úgymond az otthonából maga a kis pete milyen szép bogárként fogja majd elhagyni, és ezért is kell meghagyni ezeket a holtfákat minél több területen, hogy mondjuk segítsük a havasi cincérnek úgymond a túlélését, tulajdonképpen ebben a felgyorsult, ugyebár modern világból, ha lehet így fogalmaznom. Igen, mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag itt, ahol az élet véget ér, ott a másik elkezdődik. Pontosan, kérlek. Így van. Ezt követően a meredek kaptató felé vettük az irányt és megcéloztuk Salgóvárát. Az erődítményt a környéket uraló Kacsis nemzetség Simon bán ágának tagjai építették az 1241-42-es tatárjárás utáni időszakban. Onnan a 625 méteres tengerszint feletti magasságnak köszönhetően csodás panoráma tárul a kirándulók szem elé. Itt mindenképp egy nagyon kiemelt és komoly kilátópont itt a vidékre. Hogyne. De nem hiába is ugye tulajdonképpen emelték a várat, úgymond 13. században építették erre a vulkáni kúpra, de viszont tulajdonképpen nem állja meg a helyét ez a pontos megnevezés, mert tulajdonképpen a vulkának az úgynevezett kitöltött, úgynevezett vulkáni csatornáján járunk is vagyunk, és tulajdonképpen erre tulajdonképpen húzták rá, semelték a várat, ugye még a 13. század végén, és tulajdonképpen alattunk, tulajdonképpen bizonyos körben 74 kilométerre van lent maga, úgymond a forrongó magma, és tényleg tulajdonképpen egy vulkánnak az úgynevezett ilyen lederabolt, leszakított kürtőn és kráterén tulajdonképpen állunk és sétálunk. A Salgóvára nagyon impozáns látványt nyújt, és itt a környező hegyek, völgyek, dombok is mind szemeggyönyörködtetőek. Mennyire kellett a várnak várfunkciót betöltenie? Volt-e itt ütközet? Hogyan alakult az építménynek a sorsa az évszázadok, évtizedek során? Igen. Tehát a kérdésedre válaszolván, ugye láthatjuk, Salgóvára tulajdonképpen egy kisebb funkciót töltött, úgymond az északi, úgymond végvárrendszereknek a történetében. A vár, mint elsősorban ilyen kis védvárként funkcionált ebben a rendszerben. Ugye a szemben lévő Somoskő várá
Csomoskővára, Csalgóvára, Zagyvafűvára, Hollókővára, és ugye, ahogy haladunk tovább szépen a Cserhát felé, mind-mind ilyen védvárvonalként fogta föl, tulajdonképpen úgymond az országunkban betörő ugyebár oszmán seregeket. Csalgóvárának is tulajdonképpen volt ugye funkciója. Sajnos a várunkat tulajdonképpen 1554-ben majd az oszmán török sereg majd ugye Csellel fogja ugye majd elfoglalni. Ugye a fiatal tulajdonképpen várkapitány volt akkor a várnak a úgymond kapitánya, és itt a környékbeli a Csalgóvár alatti lévő tulajdonképpen erdőkben, erdősült közegekben tulajdonképpen úgymond sorakozott föl maga majd úgymond a török sereg, és tulajdonképpen az ottani ugye bék tulajdonképpen kicsit eszesebb volt, mint úgymond a magyar kapitányunk. Fákat tulajdonképpen vágatott ki ugye a török janicsárokkal, és fágyókat tulajdonképpen faragott ezekből a bükkökből, tölgyekből, szépen-szépen tulajdonképpen körülvették a várat, és ugye hát a magyar vitézek ugye sajnos ugye úgy ítélték meg ezeket, hogy tulajdonképpen felsorakoztak a törökök, és tulajdonképpen indul majd maga úgymond a várnak ugye az ostroma csatája, és ezért tulajdonképpen bár megfutamodtak, és tulajdonképpen úgymond az éjszaka lepleállat tulajdonképpen a várnak az északkeleti részén, és szépen-szépen tulajdonképpen eladták a várat. Akkor gyakorlatilag ütközet nélkül került át a vár a török kezére. Így van, pontosan így van. Túránk során a Kis Salgó, ismertebb nevén a Boszorkánykő következett. Salgóvárától egy néhány perces, kellemes sétára található a vulkáni képződmény. Kedvelt turista látványosság, egy tanösvény is itt halad el. Egy vulkanikus képződmény nálunk. Nem tipikus vulkáni tevékenység által jött létre a Boszorkánykő sem, hanem egy ilyen a Csalgó vulkánjának egy ilyen kis kitüremkedése, ilyen kis tulajdonképpen oldal. Mint egy mellékzönge. Mellékzönge, így van, így van. Ez volt a legjobb szakkifejezés rá, hogyha lehet így fogalmazom. Kis mellékzöngéje majd úgymond a Boszorkánykő. Tenger szintjétől most ugye bár 574 méteren vagyunk, és hogyha lehet így fogalmazom, három kis kúból fog állni maga majd a Kissalgó, és itt majd úgymond a bazalt egy egészen szép kis sajátos formát fog majd nekünk tulajdonképpen adni. Ugye a fő pontjánál a Boszorkánykőnek ilyen szép kis lemezes, vékony kis lemezes bazalt réteget fogtok majd látni, mint egy szép kis szűnyeg rendszerként lehet felsétálni, úgymond a Boszorkánykőnek az egyik kúpjára. És akkor gyakorlatilag a Boszorkánykő neve is beszédes, ha jól tudom, ehhez is tartozik egy legenda. Pontosan így van, kérlek. A Boszorkánykőnek egy ilyen kis mesébe illő ugye, története van, tehát honnan kapta majd magát a Boszorkánykő magát a nevét. Tehát kérem szépen, ahogy itt ugye Boszorkánykő alatt szépen nyugszik békességben maga ugye Salgóbánya kis települése. Még úgymond a 1800-as
évek közepére tehető magának a telepnek, úgymond a létrejötte. Az itt élők péntekenként arra tulajdonképpen úgymond ucsódtak föl, hogy fönt, majd itt a kövön, ezen a bazalt forma kincsen, különböző bár hangokat, sikoltozásokat, pörge ruháknak úgymond a hangját lehet hallani, és nem tudták mire védni, tulajdonképpen mire, hogy tulajdonképpen mi történik itt fönt. Tanakodtak hosszú-hosszú hetekig, hogy ki mer esetleg feljönni ide, hogy péntekenként milyen kis nász, egy kis szeánsz tulajdonképpen történik fönt a kövön, és volt egy kedves idősebb hölgy, aki azt mondta itt a kis közösségnek, akkor kedves hölgyek, fiúk, lányok, akkor én most felmegyek, és megtekintem ezt a hangokat, hogy mégis mi történik fönt a kövünkön, hogyha lehet így fogalmazni. És tulajdonképpen péntek, tulajdonképpen egyik nap péntek estjén szépen felsétált a bükkös erdőn keresztül a tisztelt idősebb hölgy, és itt a bokrok között, ágak között tulajdonképpen hölgyeket látott kendőben, pergő szoknyák között, némi kis ugyebár ilyen kis üvegeket is emelgettek ezek a tisztelt hölgyek, táncolás közben kurjongattak, énekeltek, és tulajdonképpen így a tiszteltől szeme látára, fejben pedig ezek a gondolatok jöttek, hogy ezek ugyebár nem lettek mások, mint ugyebár boszorkányok, és innen kapta magát a szép kis, ugye, szép kis elnevezés, úgymond a kő, mint ugyebár boszorkánykő. Két olyan kökörcsinyfaja is van itt a kőnek, itt az úgynevezett déli részén, itt a vert oldalon, ami ugyebár csak itt lehet látni, tulajdonképpen itt lehet otthonra. Ezután visszatértünk Salgóbányára, ahol a Geopark egy impozáns bemutató központot hozott létre. A Geocsodák háza névre keresztelt létesítmény komplex szolgáltatást nyújt a kiránduló szezonban az ideérkezők számára. Tulajdonképpen az ide betérő, tisztelt érdeklődő látogató itt a Geocsodák házában megismerkedhet Salgóbánya történetével, a medves geológiájával, a várak, Somoskő, Salgóbánya vártörténetével, tulajdonképpen az élővilágával, és magával, Salgóbánya medves kialakulásával, kultúrtörténetével, és itt tevékenykedő tisztelt munkatársak rengeteg információt tudnak adni. A tájról, túróútvonalakat tudunk ajánlani, mit érdemes megtekinteniük itt. Autóba szálltunk és elindultunk Somoskő felé, de eresztvényben mindenképp meg kellett állnunk. A Novográd-Nógrád Geopark eresztvényi látogatóközpontját minden erre túrázónak érdemes felkeresnie. Nem csak túratippeket kaphatnak az ideérkezők, de a medves fennsík kapujában az épület egy erdő közepén található. Mellette egy játszótér és a Salgói vár panorámája is várja a vendégeket. A falakon látható képek a nagy múltra visszatekintő medvesi fotós maraton keretében készültek az évek alatt. Mellette hangulatos madárparkot létesítettek. 2020-ban alapvetően egy élményorientált, informatív park kialakítása történt meg az erdősült terület közepén. Ezáltal a madárpark egy ismeretterjesztő jellegű, interaktív tanúsvényelemekkel kiegészített erdei park lett. A beruházás keretében egyebek mellett kicserélték a régi madárodókat és a park növényzetét is megújították. Utóbbit egyrészt esztétikai problémák orvoslásaként, másrészt olyan növényeket telepítettek, amelyek az itt fészkelő madarak számára, akár fészekrakóhelynek, búvóhelynek, akár táplálékforrásnak is megfelelnek. Ekkor indultunk el Somoskőbe. Első útunk a Petőfi kunyhóhoz vezetett, ami a költő 1845. június 12-i ide látogatásának emlékét őrzi. A mai kunyhó az eredeti 1965-ben összeomlott épület helyén áll. A kunyhóban Petőfi emlékkiállítás működik, melyet szabadon, ingyenesen látogathatnak az arra járók. Tett egy Salgó Somoskőváró túrát is a költő, melynek emlékeként a túraútvonalat Petőfi túrának hívják. A műsor történetében először fordul elő az, hogy elhagyjuk az országhatárt és átlépünk Szlovákiába. Ugye, ha jól tudom, a vár az már Szlovákiához tartozik. Pontosan így van. Somoskő vára, amely tulajdonképpen hátunk mögött emelkedik, már a Szlovákiához tartozik. Hát akkor menjünk, és akkor derítsük fel ezt a kőrengeteget. Tekintsük meg! A vár
Vár sátoros bánya településhez tartozik, amely a Losonci járás része. Érdekesség, hogy ez Európa egyik legjobb állapotban fennmaradt ágyúlőréses váromja. Macskajoki bánya, így van, ugye Közép-Európa legnagyobb bazaltbányáját fogadott látni, amelynek ugye külön-külön jó kis története van. Ugye Krepuska Géza, ugye mikor ugye visszakerült a falut, ugye tulajdonképpen ő szerezte vissza az országnak 24-ben, és akkor a bánya is tulajdonképpen ugye próbálta visszaszerezni az országnak, de sajnos nem sikerült, sem a várat. És itt is már azért lehet érzékelni, hogy itt azért már itt a bazalt nem ez a tipikus, mint a Salgó váránál, hogy ez a zsákos, tömörebb formát fogja nekünk adni, hanem ezt a szép 5-6 és 8 szögletű bazalt formát is tulajdonképpen felhasználtak a várnak az építésénél. Hogyha körbe tekintesz, akkor már itt a szemben lévő, jó magasra emelkedő várfal is, már azért szépen lehet látni ezeket. Igen, a jellegzetes formák van, már benne vannak. Így van, pontosan. Mit lehet tudni a várról, mikor építették, miért volt ez fontos, ugye ez is része volt annak a rendszernek, amiről már beszéltünk. Volt egy ütközet korábban? Igen, tehát maga a Somoskő város szintú, ugye az északi végvárvonal rendszer egyik tagja volt. Magát a várat, tulajdonképpen mint Salgó várát is tulajdonképpen az egykor volt vulkanikus kópnak, úgymond a kráterére, kürtőrendszerére tulajdonképpen húzták és emelték fel a 13. századnak a vége felé, és szintú úgy olyan betöltött végvárvonali rendszerben volt a vár, ilyen kis, védvár volt, és ütközet is itt tulajdonképpen, tényleg is ütközet tulajdonképpen történt. A török majd úgymond a 1500-as évek közepén fogja elfoglalni, és maga majd a császári csapatok már 1500-as évek 60-as, 70-es évek elején fogja szépen visszafoglalni majd császári csapatok ugye Somoskő várát is. Végső romlását az 1682-es füleki ostrom idején a környéken portyázó lovasok okozták, akik felgyújtották épületeit, s ezzel végképp elvesztette hadifontosságát. A Schengeni Egyezmény életbe lépése óta a vár és a vár északi oldalán található, világhírű bazalt zuhatag magyar oldalról teljesen szabadon látogatható, így mi is a képződmény felé indultunk meg. A bazalt oszlopok között a kitöltőanyag az valamilyen üledékes, így van. Blöszös valami, puhább valami? Így van, pontosan. Így van. Így csak van. Azért tudták így kitermelni, mert mintha csak kiszedték volna körülötte a homokat, és csak kihúz. Igen, így van. Mert tényleg itt a természetnek úgymond nagyon jó kis játéka, hogy a lassú kihűlésekkel tulajdonképpen ilyen formában úgymond merevedett meg maga a forró tulajdonképpen lávaanyag. És akkor gyakorlatilag meg is érkeztünk ide a bazalt orgonákhoz. Hát itt szép hosszan lehet látni azokat a bizonyos emlegetett sokszínű és sokszögű formákat. Mennyire számít ez különlegesnek és egyedülállónak, ha mondhatjuk ezt itt a térségben és a vidéken? Igen. Tehát itt velünk szemben láthatóvá válik úgymond a somoskői bazalt orgonáknak tulajdonképpen ez az igazi szép formakincse. Maga nemében úgymond a bazalt tömlés és ezek a 4-5-6 szögben megdermett úgymond bazalt formák azért nem annyira ritkák, de viszont ilyen szép, tulajdonképpen ívelt, szép lefutó, megdermett lávát és magát orgonát azért már ritkábban lehet látni. Tulajdonképpen úgymond hazánkban tulajdonképpen ez az egyetlen egy ilyen bazalt tömlés, és tulajdonképpen még Európában is tulajdonképpen két helyen található. Az egyik pont itt vagyunk, ugye pont Somoskőnél, és a másik pedig tulajdonképpen úgymond Észak-Írországnak, úgymond az Atlanti-óceáni partvidékén van még hasonló, ilyen szép kis ívelt bazalt formát lehet találni, úgymond. Igen, mondhatjuk azt, hogy nagyon kedvelt a turisták körében, itt nagyon sok fotó készült, már sokan látogatják ezt a régiót. Igen. Sőt, tengeren túlról, japán turistákkal is találkoztam már, ugye a Amerikai Egyesült Államokban is voltak itt turisták, szinte majdnem a egész glóbusról már tulajdonképpen voltak itt látogatók és érdeklődők ennél a térségnél. 9 méterről tulajdonképpen hullik alá, ugye 40 fokos dőlésszöget fog be maga a bazaltömlés, és nagyjából ilyen 20-25
cm vastagok lesz egy-egy ilyen tulajdonképpen bazalt folyam ág, és magát ugye úgy találták meg ezt a szép bazaltömlést, hogy mikor tulajdonképpen építették a várat, ugye a várnak tulajdonképpen szükségeltetik ugye különböző faanyag, földek, ugye keményebb ugye szerkezetű kövek, és tulajdonképpen egy jó vastag humusz rétegekre elkezdtek tulajdonképpen ásni a tulajdonképpen az itt dolgozók, és tulajdonképpen akkor ugyebár fedezték föl és leeltek rá erre a szépséges kis bazaltömlésre. Látszik azért, hogy bár szépen dolgozik a természet, hogy itt már a bazaltömlésnek úgymond a bal oldalán már azért ott a vegetáció szépen jön föl, mert ugye ez ugye sokkal nagyobb kiterjedésben volt látható még jó pár éve, ugye jó pár évszázaddal, meg azt is nagyon szépen lehet érzékelni, hogy, az, hogy azért ugye az emberi tevékenység szépen benyújt, tulajdonképpen úgy értvén, hogy azért szépen ugye szedtek le oszlopokból nyilvánvaló itt a várépítésnek. Le lett kerekítve. Így van. Alig megyünk 2 percet a bazalt orgonáktól, és ismét látványosságba botolhatunk itt a Nógrád megyében. Illetve hát már nem is Nógrád megye, hiszen már Szlovákiában vagyunk. Igen. Kőtengert láthatunk. Mi az a kőtenger, mit kell róla tudni, miért különleges ez? Igen, tehát itt a Somoskői várnak az észak-keleti részén, itt a bazalt orgonáktól nem messze, egy hömpölygő kőtengert lehet megtekinteni az érdeklődőknek. Maga pedig a kőtengert úgy kéne elgondolnunk, hogy tulajdonképpen a várépítésénél úgymond külvilágra került, ugyebár bazaltok, amelyek azért szépen mennyiségben vannak itt jelen, úgymond szemünk előtt, ugye a külvilágra tulajdonképpen érvén, ugye maga majd a különböző úgymond eróziók, ugye a lázs, napfény, jég, víz, szépen-szépen fogja őket ugye szépen megdolgozni, ugye, tehát azt ugye úgy mondanám úgymond műszóval, hogy ugye el fognak szépen majd úgymond aprózódni majd a kövek, és jó pár millió évvel majd homok lesz belőle, és maga a kőtenger pedig azért illeti majd maga ez a megnevezés, mert mint láthatjuk majd ugye a finomabb gyökerű, bár növények sem tudnak megtelepedni majd a talajban, mert maga a kőtengernek úgymond az alsó padja, tehát maga majd a talaj, az folyamatosan ugye szállítja, szépen görgeti lefelé a finomabb köveket is, rajta pedig majd ezek a úgymond ugye bár nagyobb kövek fognak szépen legurulgatni, leszállni majd úgymond ide majd a Vármegetti patak felé fognak szépen lefolyni majd az említett kövek. Ez volt már a felfedező, köszönöm, hogy minket választottak. A műsorra kapcsolatos észrevételeiket szívesen fogadjuk a képernyő látható elérhetőségeken. Tartsanak velünk 1 hónap múlva, és akkor is egy érdekes helyre kalauzoljuk el Önöket. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, viszontlátásra!